Második éve már, hogy Győr legjobb három csapata közé beválasztják az Eto női labdarúgóit is. Nyilván egy olyan sportvárosban, mint Győr, ahol rengeteg eredményes nemzetközi szintű csapat van, bajnokok ligába, Európa ligába játszó csapatok vannak, így bekerülni a mezőnybe, ez óriási dicsőség. Győrben nem csak erre lehetnek büszkék, hanem arra is, hogy a válogatott gerincét a zöld-fehérek adják. Azt gondolom, hogy amikor nézzük a magyar válogatott keretét, és minden külföldön játszó klubból, Magyarországon játszó klubból egy játékos van mondjuk keretben, és tőlünk 6 vagy 7, ez én azt gondolom, hogy az itt elvégzett munkának, meg az eredménynek a gyümölcse. A válogatott szünet azért fejtörést is okoz a szakmai stábnak, hiszen majdnem két hétig mindössze 7 játékos edzett Győrben. A győriek ráadásul nehéz ellenfelet is kaptak, hiszen a tavaszi nyitányon a DVTK-t fogadták. Az első héten egyből úgy kezdtük, hogy minden nap két edzésünk volt, utána egyből edzőmeccset játszottunk, összesen 8 edzőmeccsünk volt, amiből azt hiszem, hogy 7-et megnyertünk. Úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jól fel tudott készülni. Szeretnénk minél több pontot begyűjteni itt a bajnokságba, és minél tovább menni a Magyar Kupába. A mérkőzés első perceiben már látszott, hogy a tabella 5. helyén álló miskolciak remekül megszervezték a védekezésüket, és nem hagyták, hogy a győriek improvizatív játéka érvényesüljön. Lezárták a passzsávokat, a játékosok jól segítették ki egymást. Átálltunk egy másik játékrendszerre, ennek köszönhetően sokkal stabilabb lett a védekezésünk, köszönhetően annak, hogy ősszel az elég sok gólt kaptunk, és ez nem csak egyéni hiba, hanem mint csapatjáték, illetve a csapatvédekezési hiba volt. Egy veszélyes etószöglet után a meccs első zicserét is a fehérmezes vendégek alakították ki. A kaliforniai születésű Avery jó ütemben ugrott ki, de Borok Dorina leért a jobb alsó sarokra tartó lövésre, így nem tudott góllal debütálni az amerikai támadó. Ez egy nagyon hektikus meccs volt, rengeteget volt levegőben a labda, rengeteg volt a párharc, a tisztátalan játék, hogy nem is tudtuk nagyon elkapni a folyamat a meccsen, de én valami hasonlót vártam egyébként az első mérkőzésre. Az enyhe szélben és szemerkélő esőben rendezett mérkőzésen fél óra után aztán az Eto megszerezte a vezetést. Wachter Fanni kapott egy remek kiugratást, és bevette a nevelő egyesülete kapuján. A góllövőlista illovosa azt mondja, nem a gól király cím érdekli, a csapattal szeretne trófeákat nyerni. Tényleg csak azt szeretném, hogy bajnoki döntőt tudjunk játszani, és kupa döntőt, ha már ott vagyunk, szeretnék nyerni is. De én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki fogja rúgni a gólt. Ha az a győztes gól lesz, akkor teljesen mindegy. Maximálisan megbízhatunk a társunkban a pályán, és tényleg, hogyha esetleg valaki elcsúszik, vagy nem úgy jönnek össze a dolgok, tudjuk, hogy ott van a másik mögöttünk, aki segít. A sérüléssel bajlódó Kocsán Petra helyén az amerikai Kennedy White is bemutatkozott az NB1-ben, és az Eto támadója is megmutatta, hogy mellette sem fognak unatkozni a védők. Több gól azonban már nem esett az első játék részben. A első fél időben volt egy ordító zicserünk, hogyha azt berúgjuk, szerintem teljesen másképpen alakul a mérkőzés. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetet az Eto nem tudott kialakítani ellenünk. Nem okoztunk csalódást, aki kint volt, láthatta, hogy két nagyon jó felkészített csapat mérkőzése volt. Becsületesen helytálltak a lányok, és büszke vagyok rájuk. A második fél időt lendületesebben kezdte az Eto, egymás után alakította ki a helyzeteit Orgoványi kapuja előtt. Szünetben tudtunk egy picit beszélgetni egymással, és lehigadtak a játékosok. A másik fél idő az már gyakorlatilag egy kapuzásból állt. Meglettek volna lehetőségünk ahhoz is, hogy nyugodtabb legyen ez a mérkőzés, abból a szempontból, hogy berugdossuk az ittszereinket, de mondom, hogy egy kifejezetten jól felkészített ellenfelé játszottunk. Azt gondolom, minden elismerést megérdemel az ellenfelünk is, mert elég komoly harcra késztettek minket. A második gól a félidő derekán esett. Egy szögletkombinációt nem jól védekeztek le a miskolci lányok, és az ugyancsak Diós Győri nevelés, de már 3,5 éve a győrieket erősítő Nagy Fanni tulajdonképpen eldöntötte a meccset. A variáció az tudatos volt, a kivitelezése az nem feltétlenül így szoktuk, de igazából így sikerült, jól reagált rá a Laura is, visszagurította nekem. Én igazából leváltam az emberről, és az üres kapura csak begurítottam, szóval az ott egy ilyen reakció volt. Az ellenfél akkora nyomást nem helyezett ránk, de mivel nem volt nagy az eredménykülönbség, ezért végig benne volt a meccsben az, hogy kapunk egy gólt, akkor bármikor élesedhetett volna a helyzet. A folytatásban voltak még helyzetek, de több gól már nem esett.
Úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, ez meglátszott, voltak helyzeteink is, hát 2 elkerülhető gólt kaptunk, de készülünk tovább, mert szerdán a Magyar Kupában szeretnék ugyanilyen teljesítményt nyújtani. Elfáradtunk nyilván, pressingeltünk mi is, ők is a második félidőnkbe feljöttek ránk, de szerintem jól ki tudtuk segíteni egymást. A bajnoki döntőre pályázó Eto'o végig kézben tartotta a meccset, így jó előjelekkel várja a fővárosi turnét. A zöldfehérek ugyanis 3 héten belül ellátogatnak előbb a Honvédhoz egy kupameccsre, majd jön az MTK elleni bajnoki rangadó, amelyet a Budaörs és az Asztal elleni idegenbeli meccsek követnek. Ez egy ilyen karakterfejlesztő győzelem volt, és ezért is 3 pontot adnak, ami abban a helyzetben nagyon fontos, hogy megvan a 3 pont nekünk. Nem szerzett minden ellenfelünk 3 pontot ebben a fordulóban, hogy ezért is értékes ez a győzelem. A DVTK eközben a Ferencvároshoz utazik a hétközi kupafordulóban, majd hazai pályán a pontszámban őket megközelítő szekszárdiakat fogadja.